gazdasági versenyhivatal döntése szerint a Bankszövetség a bankárképző közreműködésével 12 éven át működtette az úgynevezett bankadat adatbázist, amely arra teremtett lehetőséget, hogy a Bankszövetség tagjai egymás között egyedi, üzleti titoknak minősülő stratégiai információkat osszanak meg egymással. A bankadat adatbázis a Bankszövetség tagbankjai számára volt elérhető, ők használhatták föl ezeket az adatokat, amelyeket egyébként rendszeresen töltöttek, önkéntesen és kölcsönösen, így naprakész információval rendelkeztek egymás adatairól. Egy információs kartell verseny szempontból azt okozza a piacon, hogy együtt mozognak a piaci szereplők, tehát egy összehangolt piaci magatartás lesz megfigyelhető, és arra az eredményre vezethet, hogy növekedhetnek az árak, és a fogyasztók számára elérhető kondíciók, illetve feltételek nagyon hasonlóvá válnak, és emiatt végső soron a fogyasztók járnak rosszul. A gazdasági versenyhivatal potenciális hatáselemzést végzett, tehát azt néztük, hogy mi lett volna, ha ez az adatbázis nincs. És ha amennyiben nincs ez az adatbázis, akkor nem biztos, hogy ugyanígy alakultak volna például a kondíciós feltételek, amelyek a fogyasztási hiteleknél elérhetőek vagy elérhetőek voltak. A gazdasági versenyhivatal 4 milliárd forint bírságot szabott ki a Bankszövetségre, míg 15 millió forintot a bankárképző központra. A 4 milliárd forintos bírság kiszabását követően a GVH engedélyezte a Bankszövetségnek azt, hogy részletekben teljesítse ezt, hiszen tudva levő, hogy a Bankszövetség nem rendelkezik ekkora bevétellel, így valószínűsíthető az, hogy a későbbiekben ezt a tagok által bármilyen módon próbálja majd a Bankszövetség befizetni a gazdasági versenyhivatalnak. A GVH a határozatában 33 bankot, illetve pénzügyi szolgáltatási intézetet nevesített, tehát ők azok, akik mögöttes felelősséggel bírnak a Bankszövetség bírságának befizetésére. Van 5 bank, akikkel szemben a gazdasági versenyhivatal megszüntette az eljárást. Az első 2 típusú bank, tehát a Kinizsi Bank, illetve a Mohácsi Bankkal szemben amiatt szüntette meg a GVH az eljárást, hiszen ők ténylegesen nem szolgáltattak adatot ebbe a bankadatbázisba. A Keller, Exim, illetve MFB Bankkal pedig amiatt szüntette meg a GVH az eljárást, hiszen számukra más a jogszabályi környezet, és így nem tekinthetők a másik, illetve a többi mögöttes felelősként megjelölt bank versenytársának. Míg a Bankszövetségnek egy aktív szerepe volt a bankadatbázis létrehozásában, a Bankszövetség megbízásából a bankárképző közreműködői szerepet vállalt ebben az információs adatbázisban. Ő az, aki létrehozta, illetve fenntartotta a bankadatbázist, ő biztosította a technikai hátteret, de ez egy közreműködői szerep volt a jogsértés megvalósításában. A gazdasági versenyhivatal bírság számlájára kell befizetni az összeget, ez pedig a központi költségvetésbe kerül a későbbiekben. Teljes egészében. Teljes egészében. A gazdasági versenyhivatal enyhítő körülményként értékelte azt a tényt, hogy az adatbázis nem minden tekintetében jogsértő, így az aggregált adatok lekérdezése, illetve elérése az nem egy jogsértő magatartást, ezt enyhítő körülményként vette figyelembe a GVH, és azt is enyhítő körülményként értékeltük, hogy a Bankszövetség, illetve a bankárképző a GVH eljárásának megindítását követően önkéntesen felhagyott a jogsértő magatartással, tehát megszüntette ezt az adatbázist.